Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Majd nagyon különleges adással indulunk, mert a melléltáplálásról fogunk beszélni veletek, és ezt nem is egyedül fogom tenni, hanem a Klári és Csetneki Júli is itt van velem. Nagyon-nagyon nehéz téma lesz, és eltérő az összes eddigi videóinktól, mert egy teljesen új irányelv bontakozott ki a melléltáplálásról, éppen ezért picit mi is nekünk is be kell lesni majd így a jegyzeteinkben, mert van nekem is 20 év beidegződésem Klárinak is, és igyekszünk ezeknek az új irányelveknek megfelelő tájékoztatást adni nektek. Ez egy nagyon-nagyon forró téma. Köszönöm, Júli, hogy eljöttél hozzánk, és megosztod velünk mindazt, amit összegyűjtöttél az elmúlt hetekben, mert az anyukák már kérdezik, hogy mi az új melléltáplálás, miért azt is kinéztünk, hogy miről is beszélnek itt, és egy nagyon szép anyagot raktál össze, igyekszünk majd ma nektek különböző illusztrációkat is adni, és mangókat, hogy ti is értsétek, hogy miről van szó. És Klári, neked is köszönöm, hogy megint itt vagy ma velünk, és hoztad a kérdéseket, amit a szülők szoktak feltenni, és Júli, nagyon nehéz dolgod lesz ma, ugye? Mert tulajdonképpen szembe kell menned a sok éves szakmai tapasztalattal, egy kicsit ilyen meghasonulni, de meg is hajolunk az új irányelvek előtt. Avass be minket egy picit. Hát bizony, mert amikor bebizonyosodik az, hogy sokkal több Magyarországon a vashiányos anémiás baba, sokkal több az ételallergiás, akkor bizony el kell fogadni, hogy valamit nem jól csinálunk. És ezt az egészségügyi dolgozóknak is végig kell gondolni. És van egy csodálatos csapat Magyarországon, a szakmai, az orvosi szakmai kollégium, a gyerekorvosi szakmai kollégium, a neonatológiai tagozat, a védőnő tagozatnak a munkatársai, akik gyakorló gyermekgyógyász, csecsemőtáplálási szakemberek, és ők szedték össze a világon lévő szakirodalom alapján 76 szakirodalmi hivatkozása van ennek a szakmai irányelvnek, amit kiadott az Emberi Erőforrások Minisztere múlt év novemberében, és ez az egészséges csecsemőnek, tehát a megszületéstől a 12 hónaposig táplálásáról szól. Hát nagy köszönet nekik érte, mert tényleg az ország legkiemelkedőbb szakembereiről van szó, gyerekgasztroenterológus csapat, akik igazán tudják, hogy mi jó a gyerekeknek, tapasztalt, kiváló szakemberek. És hát most azért ezt el kell kezdeni felétek, édesanyák, édesapák, nagymamák felé, és tudatosítani, hiszen az a célunk, hogy a babák minél egészségesebbek legyenek, ismerjék az új ízeket, a táplálásban az egészséges ízeket, mert bizony nagyon-nagyon sok tiltás volt a régi rendszerben, nem az az alap változott meg, hogy a legjobb a babának a szoptatás és az 5-6 hónapig történő kizárólagos szoptatás, hanem utána lévő táplálási irányelvek lettek bátrak, nem korlátozók, hanem arra törekedve, hogy a babák az első életüknek az első éve alatt eljuthassanak oda, hogy már azt tehessék akár, amit a család többi tagja, és megismerjék a természetes ízeket, és nem csak az édeset, sőt, de pláne, hanem azokat az ízeket, amik fontosak. Ne mondja a gyerek azt, hogy fújja a főzeléknek még a látványától is, mert nagyon-nagyon sok probléma van abból, hogy a gyerekek 5-6 ételt hajlandó megenni, már a bölcsődébe, óvodába küzdenek vele, és bizony ezért érdemes talán most itt ülnötök ezt az 1-1,5 órát, aztán majd folytatjuk, hogy végigvegyük, hogy mik is a legfontosabb változások, és mire figyeljetek, mikor, mit adjatok okvetlenül a babátoknak. Klári, mit szoktak kérdezni tőled? Vagy most is ugye úgy futottunk bele egy kérdésbe, amikor csak pislogtunk, hogy mik az irányelvek, illetve mitől félünk legjobban a kísérletezésnél, mik az, amik megragadtak tulajdonképpen az anyukák, nagymamák fejébe, és miért éreztük fontosnak, hogy ezt a műsort most megcsináljuk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és borzasztóan hálás vagyok Julinak, hogy itt van velünk, és ezt a nagyon széles spektrumú témát hozta ide nekünk.
Ugye én a saját bőrömön tapasztalom, hogy pontosan tudom, hogy mi volt a trend, meg mi volt a tendencia 30 évvel ezelőtt, mint anyuka, és szoptattam a kislányomat jó sokáig, és teljesen tisztában vagyok vele, hogy akkor ugye mi azért kaptunk a fejünkre, és azért koppintottak a fejünkre, hogyha nem tartottuk szigorúan a 3 óránkénti szoptatást, és most viszont teljesen az az irányelv, hogy igény szerint szoptassuk a babócánkat. Ennek is vannak előnyei, hátrányai, nehézségei, úgyhogy majd szeretném, hogyha erre is picikét kitérnénk, illetve nagyon sokszor találkozom az anyukákkal rögtön szülést követően néhány nappal, és eleve úgy jönnek, hogy szeretnének tápszert venni nálunk, bent az üzletben, és akkor olyankor mi szépen elmagyarázzuk, hogy az nem a mi asztalunk, és az nem a mi preferenciánk, úgyhogy a házi orvossal, a gyerekorvossal konzultáljon, és akkor próbáljuk visszavezetni, hogy na most akkor hol tartunk, hány napos a baba, biztos, hogy kell-e hozzá táplálni, stb. Stb. Tehát egy picikét majd gondolom, hogy ezt is ki fogjuk vesézni Julikával, és akkor innentől kezdve lépésről lépésre, ahogyan a babócák fejlődnek, hónapról hónapra, ugye az új irányelvekben számomra meghökkentő és olyan érdekes dolgokat találtam, ami nálunk annó tiltó listán volt, meg az egész eddigi. Felkiáltó jelesen volt tiltó listán. Igen, tehát tiltó listán volt, és csak egy éves például. A mogyoró, meg az apró magvas gyümölcsök, és most ugye teljesen új a tendencia van. Úgyhogy Julikát megkérjük, hogy bontogassa ezt a témát, ezek a leggyakoribb kérdések, amiket fogunk, elmondtam. Azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy a diákat is adunk segítségül, hogy az egyes diát legyetek kedvesek felrakni az édesanyáknak, és már is rá is mehetünk a kettes diára, mert gyakorlatilag egy csomó mindenről fogunk beszélni, de hogyha visszatekintetek arra a minimumon felvett Facebook oldalán megtalálható anyagra, amit még a koronavírus előtt vettünk fel Janóval, akkor abban nagyon-nagyon sok mindent még megtaláltok, tehát javaslom, hogy nézzetek vissza rá. Valamint, ugye van ez az ingyenes kiadvány, amit írtam, amit mindenféle adatszolgáltatás nélkül kaptok meg ugye a szülészeten. De a szülészeteken most elmaradt ennek a kiadványnak a kiadása, mert ugye nem mehettetek be várandósan a szülészetekre. Tehát akár, ha idejöttök a Minimanóhoz, meg tudjátok kapni a kollégáktól, és ingyenesen megkapjátok a kiadványt, tehát vegyétek ezt igénybe, mert ez egy szakkönyv, és rendkívül jól használható, ebből tanulnak a szülésznő hallgatók, gyerekápoló hallgatók, tehát mindenki elfogadta az egész országban, és ez szerint dolgoznak az egészségügyi dolgozók is. Bocsáss meg, én itt az üzletben szoktam mondani a kismamáknak, hogy ez szinte tankönyv, úgyhogy úgy forgassák, és úgy hát nem olvassák. Szinte ez az. Tehát tankönyv, úgy csak tessék bemagolni. Igen, és hát akkor gyertek, mert ezt várandósan kell elolvasni, mert akkor ráértek édesapával együtt természetesen, mert ez egy közös buli. És ami nagyon fontos az egész táplálásban, nagyon furcsa lesz, amit most mondok, az, hogy beszéljétek meg a szülésznővel a szülésetek előtt, hogy ne vágj el korán a köldökzsinort. És most nem megzavarodtam, hanem azt a helyzetet kell tudomásul venni, hogy a korai köldökellátás miatt a babák nem kapják meg azt a vérmennyiséget, tehát amíg pulzál a köldökzsinór, az a babáé, amire nekik szükségük van. És ez egy alapot ad a vashiányos anémiának. Valamint a ti státuszotok, hogy ti mennyire vagytok esetlegesen vashiányosak, esetlegesen vérszegények. Tehát kérlek benneteket, hogy ez legyen egy indítás, hogy ti azt elmondjátok a szülésznőknek, hogy ha köldökvért vesznek, ha nem, vagy vesznek köldökvért, akkor is hagyják a babánál, mert meg fogják oldani azt a vért, hogy az, amíg puzzál, azt kapja meg a kisbabátok, mert ez az egész jövőbeli egészségét meghatározza. A szoptatás ugye a szülőágyon indul el, amikor ugye először a pocakotokra rakják, majd szépen felmászik a kisbaba, felaraszolgat, vagy felhúzátok a melletekre, és ott szopni kezd.
Gyakorlatilag a babák nagy része az első egy órában ezt meg is teszi, de semmi gond nincs, hogyha egy kicsit később ott vagytok betakarva, ezt hívják az aranyórának, illetve a két óra hosszát hagyják benneteket, vagy többet, akkor aranyórák. Ilyenkor már körbe lehet puszilgatni egymást, lehet nagyon boldognak lenni, és gyakorlatilag erre szüksége van a babának, hallja a hangotokat, érez benneteket, megnyugszik, és annál előbb majd akar, és kitátja a száját, és rá fog bukni a cicitekre, és szopni fog. A császármetszés után, ugye egy kicsit más a helyzet, kérlek benneteket, hogy azt is tisztázzátok, hogy megkaphatjátok-e a szülőágyon. Nagyon kevés helyen tudják technikailag megvalósítani, elég hideg van a műtőkben, ott van az anesteziológus, paraván van, stb. De azért próbálkozzatok, mert egyre több helyen, és akkor itt jön az, hogy akkor sem marad a baba magára, nem bízzuk még az egészségügyi dolgozókra sem ezekben az időszakokban, ha nem muszáj, ha nincs valami baj, hanem apa kapja meg, és akkor apánál lesz, és abban a pillanatban, ahogy lehetséges, ahogy kikerültök a műtőből, akkor azonnal segíteni fognak, és meg fogjátok kapni a kisbabátokat. Mert ez az alapja az egész szoptatási témának. A kisbabák, amikor megszületnek az első napon, akkor általában ilyen 4 alkalommal szopnak. Ami a harmadik naptól már kezd növekedni, és bizony az az ideális, hogyha a babák eljutnak a 8 és esetlegesen még több szoptatásig. Mert a babáknak a gyomra, nézzétek csak a Janót, rendkívül pici. Tehát ő neki mint egy gyöngyszem akkora. Ez csak így igaz gyöngyből ér valamit, mint ahogy minden egyes csepp rengeteget ér a babának. És ugye azt a táblázatot, ahogy látjátok, vissza tudunk rá menni, akkor ebbe látszik, hogy gyakorlatilag, ugye látjátok a szopások számát, hogy mennyi az, amit így minimálisan jó lenne, hogyha elérnétek. Na most a súlyesésnél ne jegyetek meg, mert az a 3 nap alatti, tehát csak így van a hivatalos táblázatban. Tehát összesen a maximális súlyesés, amit élettaninak, az 10%, de már 7% esetén szóljatok, akkor már szólni fognak nektek a kolléganők, mert figyelik a csecsemős nővérek és a babáknak a súlygyarapodását. Tehát ők is megmérik, és ezt mindig, ti is mindent tudtok, és együtt csináljátok, és nyilván, hogy mindenbe kikérik a véleményeteket, meg az egyetértéseteket. Na most meg kéne állni tulajdonképpen a 4. napra a súly illetve a súlyesésnek, és utána elkezd így grammonként, mert ugye ez 10-20, de ez gram a per naponta lévő súlygyarapodás, tehát 1-2 deka, amik mérlegel elég nehezen bemutathatók. Ezeket a táblázatokat a holnapi nap 4 óra után meg fogjátok találni a Minimanónak a honlapján. És akkor meg tudjátok nézni, és le tudjátok fotózni, hogy kezetekben legyen, és a későbbiekben is tudjátok használni, illetve ha bármilyen témában még külön igényeltek, hogy szeretnétek még, hogy mást is rakjunk ki nektek ilyen összefoglaló módon, akkor azt is meg fogjuk csinálni, és ki fog kerülni ugyanígy a Minimanónak a honlapjára. Aztán utána látszik, ami szintén nagyon érdekes, ha visszamegyünk a táblázatra, hogy alig van pisie a babák az első napokban. Első nap csak 1 pisis pelus van, és ez így élettani, hiszen a babáknak nem jutnak hozzá csak ahhoz a pár cseppelő tejhez, vagy egy gyűszűnyihez, tehát nem lehet, hogy nagyon sokat pisíjenek, mert akkor borzasztó nagy súlyveszteségük lenne. És ahogy látjátok, nagyon érdekes, hogy ugye szinte követi a napok számát, hogy hány pisis és kakis pelenka van. Ez nagyon fontos, mert ebből látjátok, hogy a gyereketek egyensúlyban van. Tehát ez egy rendkívül fontos adat, és akkor már nem is kell annyira a méregetés, és nem kell nézni, mert hogyha megvan a pisis kakis pelenka, a baba jó állapotban van, rózsás a bőre, jó a kedve, és higgyétek el, hogy már az újszülöttnél látszik, jó a tónus, a rózsaszín, akkor már valószínűleg nem kell nagyon izgulnotok. Nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a mellett a baba hatékonyan kiürítse. Tehát
Reményeink szerint megfogjátok, ott lesz veletek a baba a rumingénes elhelyezésbe. És ne is adjátok be a csecsemősöknek, mert az nem jó neki. Ő a ti hangotokat ismeri, apáét és anyáét, ugye elsődlegesen anyáét. A te szívverésedet ismeri, édesanya. Tehát az kell a babának, hogy ott legyen a közeledbe. És ha ő nyüglődik, keres, akkor merre kerüljön, de mindenképpen ott fog megnyugodni a mellkasodon. Na most meg kell próbálni minél többször, minél gyakrabban merre tenni a babát, és hagyni őt mind a két merre az első napokban mindenképpen, és hagyni őt, hogy boldogan szopjon, és reményeink szerint fakasztani fogja a tejet, mert a mellünk nem tejcsárda, hanem aközben termelődik az anyatej, miközben a baba szopik. Na most gyakorlatilag, hogyha a babátok időre született, tehát 2,5 kiló fölötti, de főleg, ha már 2,83 kilós, akkor, és jól szopik, tehát fönt van a mellen, halljátok, hogy meglátjátok a szopó mozgásait, és még azt is, hogyha például nyel, akkor nem kell folyamatosan méregetni, mert mit is mérünk, gyerekek, azt a pár grammot. Hát milyen mérleg az, ami ezt ki tudja mutatni? Viszont frászt fogtok kapni, hogy nincs mérhető mennyiség, édes Istenem, mi van? Tehát nem kell méregetni. Amikor hazamentek a babával, és amíg ő nem éri el a születési súlyát, és nem kezd, tehát azt a 7-10%-ot, amit lefogyott, nem éri utol, és amíg gyakorlatilag nem kezd el dinamikusan gyarapodni a súlya, addig lehet, hogy a védőnő fogja tőletek kérni, hogy mérjétek, mert addig a védőnő, kolléganő nagyon gyakran fog kimenni hozzátok, lehet, hogy akár minden nap, mert ez nagyon fontos, hogy itt ne csúszson el semmi, és jól beinduljon az anyatejnek a termelése. És akkor, hogyha visszafordulunk egy kicsit a szülészethez, ugye ott is előfordul, hogy pótlást adnak a babának. De vajon mikor kell pótlást adni? Akkor fordulhat csak elő, hogyha a 10%-ot meghaladja a súlyvesztés, tehát gyakorlatilag, hogyha jelentős súlyvesztése van a kicsinek, ilyenkor, mielőtt már olyan 7%, akkor kérjétek a ott lévő, vannak sok helyen most már ilyen kimondott szoptatási tanácsadók, de a csecsemős nővérek is nagyon jól képzettek, kérjétek, hogy nézze meg, hogy megfelelően van-e a baba mellem, megfelelően tapad-e amerre, megfelelően a testhelyzet, mert ezek miatt lehet rossz a szoptatás. Ez mind benne van a kiadványban, és mindent megmutattam abban az előző videóban. Tehát legyetek szívesek megnézni. És gyakorlatilag, hogyha ez mind rendben van, akkor, hogyha probléma van, és mégsem tud a baba tejhez jutni, akkor bizony tovább el kell kezdeni a mellet stimulálni. És itt jön ez az első olyan változás, hogy bizony már a kórházba el kell kezdeni fejni. Először meg kell próbálni csak melegítgetni, csak egy kicsikét masszírozgatni, nyomogatni kézzel, illetve, hogyha egy melegítő eszközt mutat a Klári, ami nagyon jó, és nagyon sok mindenre utána tudjátok használni, tudja a tejmennyiséget fokozni, a tejleadást, ezek ilyen teragyűny mellpárnák van többféle is a kereskedelemben, és ez gyakorlatilag rá patentolható akár még a mellszívóra is, és gyorsabb lesz a tejleadás, de szoptatás közben is rá tudjátok rakni a melletekre, és ragyogóan lehet vele fokozni az anyatejnek a mennyiségét, meg amikor van a tejbelövelés, amikor így beindul a tej, és feszes a mell, akkor is nagy segítségetekre van. És hogyha kézzel való fejéssel nem születtünk úgy, hogy azt tudjuk, az egy tanult készség, tehát legyetek szívesek kérni akkor a szakemberek segítségét, illetve bizony előfordulhat, hogy mellszívót kell vásárolni. Nem az az érdekes, hogy okvetlen előre vegyetek mellszívót, de nagyon nagy eséllyel azért szükség van mellszívóra. Az a lényeges, hogy jó mellszívót vegyetek, hatékony mellszívót vegyetek. Nem az ára az érdekes, hanem hatékony legyen a mellszívó. És azok a mellszívók a hatékonyak, ez is benne van egyébként abban a videóban is,
amiknek van ilyen tejleadás beindító üzemmód, ami segíti a tejleadást, és van fejüzemmódja külön, és puha legyen a tölcsére, és amit én mindig nagyon kérek, mert ugye, hogyha kemény a tölcsér, akkor az nagyon sok mell problémát okozhat. Tehát jól fölfekvőnek kell lennie, és olyannak, amiben tudtok venni alkatrészt, mert vannak olyan kis vacak alkatrészei, ez a fejőfázisa most, amit mutat a Klári, és hogyha átbillenti, akkor pedig ezek a pici, gyors, kiserejű szívások, ezek a stimuláló fázisa a mellszívónak, tehát itt a melleteken tudjátok ti váltani, és tudjátok lefejni, akár bizony már a harmadik nap körül a tejet, hogyha valami miatt nem sikerül a mellrehelyezés, akkor legyen mivel pótolni a kisbabának. A tejmennyiségét ilyenkor a szopásoknak, ha valamit találnak, méregetni kell, mert abból tudják, hogy mi legyen tovább, és abban az esetben, ha a stagnál, illetve tovább csökken a babának a súlya, és eleve tudjuk is, hogy nincs még tej, akkor bizony előfordulhat, hogy az orvos pótlást ír föl, illetve javasol, de ezt csak ott a szakorvos teheti meg. Tehát itt jön az, hogy nem rakunk a spejzba, nem rakunk sehova tápszert, mert akkor gyakorlatilag annak az a vége, hogy az első ordítós otthon töltött éjszaka, apuka kimegy, fölforralja a vizet, összerázza a tápszert, és beindul ez az igény szerinti szoptatás, kereslet kínálat elvének a megborulása. Picit kérdeznék, hogy a kórházban, amikor mellé táplálnak, ott konzultálnak a mamával, vagy tök maguktól csinálják ezt a dolgot, vagy választhat az anya, hogy milyen tápszert adnak, vagy hogy történik ez? Vagy tudunk-e egyáltalán róla, hogy ez megtörtént? Hát, hogyha az anyuka maga mellett tartja, és ezért is fontos, mert ha magatok mellett tartjátok, és a babának ezekre a feszelgő mozgásaira, szájának a tátogására merre teszitek, akkor higgyétek el, és így másfél-két óránként merre kerül a baba, legritkább esetben fordul elő, hogy pótlás kelljen. Meg ott van veletek, mert ő nem ismeri a csecsemős nővérnek a hangját, ott világos van, ott zaj van, és ordítani fog szegény, mert fél, mert nem szokott meg ott semmit, kikerült ebből a csodavilágból, tehát kérlek benneteket, ne adjátok be a csecsemősbe a babát, még az orvosi vizsgálatoknál is, ha lehet, legyetek ott, és ez ti nektek jogotok. Tehát a szülészetek nagy részén már kezüket, lábokat törik azért, hogy megfeleljenek, de nem adhatnak addig semmilyen pótlást a babátoknak, amíg nem beszélik meg veletek. Először egyébként a saját anya tejét kell pótolni, hogyha szükséges, és azt is ti magatok is tudjátok csinálni, és nektek is kell, hogy csináljátok, mert nagyon egyszerű, majd megmutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Aztán utána vannak a donor tejek. Jó néhány intézménybe tudnak szerezni, csak ugye nagyon kevés a tejleadó anyuka, egyre kevesebb sajnos. És gyakorlatilag, de ha tudnak szerezni, akkor az a másodlagos, és csak ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor jön szóba az anyatej helyettesítő tápszernek az adása. Anya tiltakozhat? Hát gyakorlatilag... Jogában áll, hogy azt mondja, hogy én megoldom valahogy? Én azt gondolom, hogy meg fogják neki magyarázni, és látni fogja a babáján ő is. Mert ugye, ahogy beszéltük, a gyerekek leképezik, hogy gond van. Tehát amikor objektíve elmagyarázzák egy édesanyának, hogy most a baba olyan gyengévé vált, hogy nem tudunk kikeveredni ebből a helyzetből, hanem kap valamilyen pótlást. Na most ezt a valamilyen pótlás, ez a vízzel ilyesmivel nem érünk semmit, tehát akkor minden valószínűség szerint a pótlás az tápszer, de nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Tehát most már ez nem rutin. Akkor lehet rutin, amikor mondjuk 10-15 gyerek bent van a csecsemős nővérnél, és ők egymás után elkezdenek ordítani, és hát ember. Nem tud mit ember. Tenni más. Igen. És akkor azt mondja, hogy na most akkor valamivel ennek legyen vége, és sajnos akkor előfordulhat, de ez sem jellemző, mert nem teheti. Ezt a méretű kell megtölteni, igen, tehát ez nem egy ilyen óriás igen kihívás. Tehát... De ha hát velünk egészen van a baba, tehát roomingénben van,
hál' Istennek ezelőtt még 30 évvel is én velem volt a babám. Még ritkaság. Nagyon ritka volt akkor, és mindenki azt mondta, hogy én meg vagyok őrülve, hát nem fogok tudni aludni. De mondom, én 3 nap múlva nem egy csomagot fogok hazavinni, hanem tudom, hogy milyen színű a kakia, hogy kell merre tenni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó rendszer. Nem kellett odaadni egyáltalán a csecsemősnek, végig velem volt, úgyhogy ügyesek vagytok, és fogjátok tudni magam. És ti is akkor lesztek sokkal nyugodtabbak, mert így se úgy se tudtok aludni, és viszont akkor, ha ott van veletek a babátok, akkor minden pillanatban tudjátok azt tenni, mert nektek van az anyai ösztönötök, azt fogjátok tenni, higgyétek el, ami kell a kicsikének, úgyhogy legyetek nyugodtak. De hogyha mégis valami miatt makrancoskodik ez a tejbeindulás, akkor jön az, hogy rendszeresen fejni kell. Akár 6-szor, 7-szer is, tehát vagy 8-szor esetlegesen, és még éjjel is, hogyha nagy gond van. Mert be kell indítani a tejet, mert utána könnyebben fog jönni, de mindig meg kell próbálni merre rakni a babát, és ha bármennyit is tudja, hogy szivogassa. Mert ez rendkívül fontos. És hogy éjszaka például, hogyha 5 óránál tovább alszik a picike, akkor fel kell sajnos ébreszteni, hogyha súly problémája van, akkor okvetlen. Úgy egyébként, ha végre aludtatok egy 5 órát, akkor legyetek nagyon boldogok, de hát ezt érezni fogjátok, hogy akinél nincs probléma, és ha többet alszatok, akkor el fogtok robbanni a cicitekről, tehát egy olyan érzés lesz. Na most, hogyha mégis pótlásra van szükség, akkor vannak olyan eszközök, egészen egyszerű eszközök is, amikkel a mellen is lehet pótlást adni. Abból itt nincs nálunk, mert azt úgy kell megkreálnia az anyukáknak, mégpedig egy ilyen kis, úgy hívják, hogy 6-os gyomorszonda, már az a méretét jelzi, az egy ilyen kis vékony kis csövecske, ami csatlakozik egy fecskendőhöz. Na most, amikor itt még csak néhány csepp tej van, kinyomkodjátok, vagy segítenek a csecsemős nővérek, és beleszívjátok szépen ebbe a fecskendőbe az anyatejet. Ha egy-egy csepp van, akkor eleve a fecskendőnek a kónuszánál kell már a babának betenni a szájzugába, és szoptatás közben belecsepegtetni, de hogyha nem ez a helyzet van, hanem több mennyiség van, akkor viszont nyugodtan tudjátok már a szondába tölteni, és akkor csöpög neki bele, kedvet csinál, jön neki valami, és akkor egyre hatékonyabban fog szopni, tehát ez egy remek dolog lesz. Viszont ha a baba aluszékony, akkor nem fog szopni, és ilyenkor jönnek a szoptatás barát itatok, ami lehet kanál, lehet pohár, lehet fecskendő, és vannak ilyen speciális eszközök is, mint például ez a Spiliszpun gyógyszer adagoló kanál, hova rakjuk, hogy jól lássátok. Én apukás sztori, hogy le lehessen rakni, mert anyuka tudja fogni, ugye, meg közben fogja a gyereket a másik kezébe. Mert ugye lerakod, és akkor gyakorlatilag nem benne van, belenyomogattad az anyatejnek az első cseppjét, és utána fölveszed a kisbabát, és ő abból ki tudja nyalogatni, még alva is bele tudod csepegtetni a papírlap, tehát nem ér le. De nagyon higiénikus, utána tudtok benne anyatej, vagyis vitamincseppeket adni, gyógyszereket, egyebeket, tehát ez egy borzasztó jó dolog. Hasonlóan nagyon jó dolog a svéd itató pohár is, de ehhez már nagyobb mennyiség potlásához alkalmas, szoptatásbarát potlásához, mert nem a cumit veszi a szájába a baba, hanem szépen ezt a hosszú csört rakjátok rá a szájára, aminek következtében ráteszitek a nyelvére, megfogja, cuppog, és alva is megissza a tejet, mert ilyen esetben ugye hiába próbálkozunk szondás vagy fecskendős megoldásokkal, ha a baba alszik, akkor alszik, viszont nagyon érdekes, hogy még alva is ragyogóan megissza, és nem kell hozzá szakembernek lenni, mert nem kell döntögetni egyiket, csak kinyalogatja, belecsepeg a szájába a babának. A következő hazaérünk, vagy nézzük meg a kérdéseket, hogy gondoljátok? Szerintem mehetünk ez az tovább? Első blokk, tehát itt amit én új dolognak véltem felfedezni, ez az
öt óra múlva akkor keltsük fel a bébit. Ugye voltak ilyen hangok korábban, hogy inkább hagyjuk aludni, mert akkor mama ki van halusztikázva. Ez ugye az első napokról van szó, ne felejtsük, tehát itt nem pár hetes gyerekről van szó, hanem újszülött babáról van szó, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ilyenkor még bizony nagyon fontos, hogy egyébként hogy tudna 8-szor, vagy még főleg többször merre kerülni, hogyha teljesen kimarad az egész éjszaka, fizikai képtelenség lenne. Tehát összefoglalva, tehát az első fejezetben, ugye most beszéltünk arról, hogy mi újság van a kórházban, ott is előfordulhat mellétáplálás, azt ugye, ha akarjuk, vagy jogunkban áll kontrollálni. Hazaérkeztünk, továbbra is ugye, az anyatej az első, meg a második, meg a harmadik is, és akkor utána jönnek az egyéb megoldások, és ilyenkor mi történik itt? A vízpótlás mondjuk nyáron az ajánlott, vagy nem ajánlott például? A vízre nincs a babáknak szüksége mindaddig, amíg nem esznek 3-4 szilárd ételt egy nap alatt. Tehát a mellbe úgy helyezkedik el az anyatej, amikor már nem az előtej a kolosztrum van. Ahogy kajálunk, elő van a szomjótó első tej a leveske, utána jön a főétel, a főzelék a húsival, és legvégül jön a torta, a nasi. Na most ugye ezért rendkívül fontos, amikor már az érett tej termelődik, tehát már az átmeneti meg az érett tej, tehát már így az elkezd termelődni így a negyedik, ötödik nap körül, akkor már figyelni kell rá, hogy a baba mindig jó kiürítse a mellett. Na most amikor a baba szomjas lesz, mert például nagyon meleg van, szomjas lesz azért, mert lázas, akkor kérni fogja a cicit, és nem fogja kiszívni csak a szomjoltó első tejet, a leveskét. Tehát nem jól akar lakni, egyáltalán nem éhes, hanem szomjas. És ezt ő tudja, és a női szervezet is tudja, ez a csodás mell, hogy mi kell a kisbabának, hogy nem kell beleavatkozni. Amikor majd eljutunk oda, hogy tényleg már háromszor, már van reggeli, ebéd, vacsora, akkor bizony előfordulhat, hogy vízre van szüksége. Mert lefeljük, akkor tulajdonképpen a leves, a második és a torta össze van turmixolva, bent van összerázzuk. Igen, hogyha ha végig fejed a tejet, akkor először látod, hogy sokkal sárgább, és utána így világos, illetve bocsánat, sokkal világosabb, és egyre sárgábbá, sűrűbb, idézőjelben sűrűbbé válik, más egy kicsit az összetétele, és nem is kicsit, úgyhogy gyakorlatilag igen, és ez egy nagyon jó dolog, amit most mondott a Janó, mert hogyha a babák lefejtejet kapnak, akkor nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, mert hogyha mindig csak az első tejet fejegettük le valami miatt, akkor arra rá kell írni, hogy az csak első tej, mert attól nem fog jól lakni a gyerek. Tele lesz a gyomra, de éhes marad. Mi az ajánlott akkor? Tehát végigfejni, vagy külön flaskába rakni, hogy akkor nem, hát tudjuk, a gyakorlatilag a maradék tejet szoktuk, vagy hát azokat kivéve, tehát akiknek sajnos valami miatt, például ugye relatív sok gyerek születik sajnos Magyarországon is nyulajakkal és farkastorokkal, ami miatt nem tudnak igazán szopni. Ezeknek a babáknak fejéssel kell leüríteni a tejet, mert nekik rendkívül fontos, mert nem kell nekik antibiotikumokat, ugye folyton operálgatják szegénykéket, de teljesen rendbe teszik. Tehát semmiféle drámáról nincs szó, csak hát mégiscsak az. És itt ilyen esetben még sokkal fontosabb, hogy megkapja a baba az anyatejet, és ilyen esetekben viszont tényleg jó, hogyha végig van fejve, és azt kapja meg, amit egy igazi szopásnál is kapna. Csak egyszerre. Csak egyszerre, igen, mert hát gyakorlatilag azt nem lehet, de hát ugye sokkal gyorsabban esznek egyébként a gyerekek, mint ahogy szopnak, tehát ugye ebben is óriási változás van, mert ugye eleinte sokkal komótosabban szopnak a gyerekek, mint utána, majd erről is beszélünk. Még mindig az a protokoll, hogy váltott mellből szopiztat? Amikor ott, tehát hazakerülünk. Amíg be nem indul a tej, igen. Tehát amíg nem volt meg a tejbelövelés, tehát nincs komoly tejmennyiség, addig mivel a tejtermelésnek a legfőbb ingere az a mellnek a szoptatás.
és a fejés. De elsődlegesen természetesen a szoptatás. Tehát rendkívül fontos, hogy az első napokban mindig mind a két merre kerüljön rá a gyerek, és ez bizony előfordulhat, hogy az első egy-két napban akár 30-40 perc is lehet. És utána kezd el csökkenni, teljesen más természetűek a gyerekek. Nincs két egyforma csecsemő. Már újszülött se. Tehát ennek megfelelően valamelyik iszonyú gyorsan szopik. Tehát utána már 15-20 perc alatt, és mire eljutunk arra, hogy 5 hónapos, akkor pedig 5 perc alatt leüríti a mellett. Csak ilyenkor kell, már amikor már nem az előtej ürül, nem az első két-három napban vagyunk, három inkább, hogy jól kiürítse, és csak utána tegyük át, hogy megkapja azt a hátsó tejet is, ami már az átmeneti, illetve főleg az érett anyatejben benne van. Szóval akkor folytassuk itt, hogy hazaértünk. Hazaértünk. És ugye semmi nem változott abba, hogy a babáknak az igény szerinti szoptatása legjobb, tehát amikor másfél-két óránként, amikor a baba igényli, végre hazaértetek, nyugalom van, magatok vagytok, és nagy önbizalommal bátran apuka a szoptatási menedzser, elolvasta a kiadványt, segít nektek, kényelmes fotelban merre tettétek, esztek fincsiket, és akkor gyakorlatilag ugye semmi gond nem lesz, elkezd a babának nőni, és eléri nagyon gyorsan ugye a születési súlyát, és jól gyarapszik, tehát nem kell. Mikor érjük el ezt a gyomornak? 3-5 napos gyereknek ekkora a gyomra. Akkor mutatom a kettőt. Nagyon gyorsan nyúlik. Egymás mellett, hogy lássátok, tehát ez az újszülött, és 3-5 nap, itt nekem rá van írva, itt nem látszik, mert hogy 22-27 milliliteres. Hát ez egy bőgyűszűnyi. Fogyasztásnál történik ez meg. És ez a kis pingponglabdányi, ez pedig, mert nem ugrott el, jó? Ami, ez meg egy egyhetes, 10 napos gyereknek. Tehát nagyjából hozzáértünk a kórházból, és mire egy picit észre is veszük, hogy otthon vagyunk már ekkora a gyomor, és akkor itt most megint mellé teszem, hogy innen indultunk. Tehát ez tulajdonképpen 10 nap. 10 nap. Gyomorfejlődése. Ez elég komoly. Amikor eljutottatok az 5. naphoz, és még nem értétek el a születési súlyt, és stagnál a babának a súlya, vagy ne adj Isten fogy, akkor ez egyértelmű, hogy elégtelen. Tehát nem gyarapszik a súlya, tudjátok az anyatejnek a mennyiségét, akkor bizony megint csak szakemberre van szükség, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. Ilyenkor se nyúltok úgy a tápszerhez, mert teljesen felesleges. A Klári itt most a kezébe fogta ugye a mérleget, mert már a mérlegről beszéltünk, hogy abban az esetben, hogyha a baba a súlya fogy, akkor mert egyébként, hogyha nem fogy, meg már jól kajál, egyéb, akkor ugye elég 1-7-10 naponta megmérni a babát. De ha a babának a súlya 2 napja stagnál például, és ez az 5. napnál vagyunk, vagy fogy a baba, akkor el kell kezdeni sajnos méregetni a szopásoknak a mennyiségét. És akkor ilyenkor átgondoljátok, mert ugye ez nem tudni, hogy mikor fordul elő, hogy még mérni kell, hogy most akkor elviszitek a védőnői szolgálatba a babát, vagy vesztek ki, kölcsönöztök a minimanóba, vagy vesztek egy mérleget. Ez már a ti döntésetek, meg ugye anyagi helyzetetek, hát azért nem horribilis árakon lehet azért most már kapni, vagy kaptok kölcsön, tehát minden meg oldás, mi senkit nem akarunk semmire rádomálni, de akkor bizony már foglalkozni kell vele. Na most, hogyha tovább csökken a babának a súlya, akkor a gyerek gyógyászpótlást fog elrendelni, mégpedig, hogyha stagnál a súlya, akkor mindig azonos mennyiséget kap majd a kisbabátok, mindaddig, amíg nem kezd el gyarapodni. Ha tovább csökken a súlya, akkor még többet kell, tehát meg kell emelni általában 50 grammal testsúlyt kilogrammonként, de többet kell adni a babának a pótlásból. És itt hirtelen elszaladunk most, csak így a szoptatást fejezzük be, mert most kezdjük gyakorlatilag ugye a táplálást, a szilárd táplálást, mert eljutottunk oda, hogy még egy éves korra is ugye szopik a baba, hiszen azt nem változtatjuk, mert szoptatjuk a kisbabát,
És gyakorlatilag, hogyha ti is úgy gondoljátok, és a baba is, csak jó hatásai vannak a továbbtartó szoptatásnak. Tehát nem kell idegesíteni rajta magatokat, ez az édesanyja, a baba döntése és az édesapájé. Tehát itt ez nem tartozik senkire, de csak jót tesztek, ha tovább szoptatjátok a kisbabátokat. A tovább szoptatást, hadd kérdezzem meg, tehát ez kizárólag csak szoptatás, vagy a szoptatás mellé táplálás? Na most ugye itt jön az újdonság, hogy régebben azt mondtuk, hogy akár még a hatodik hónap után, de nem kell kapkodni, akár a hetedik hónapban is, és a baba dönti el. És most itt van az új iskola, ami nyilvánvalóan már bizonyított az egész világon, csak mi magyarok kicsit későn megyünk utána, hogy akár a babának az 5 hónapos korában, hogyha valami miatt úgy látszik, hogy szüksége lenne, hogy megáll a súlygyarapodása a rendszeres szoptatások ellenére, akkor el kell kezdeni a pótlás adását, és nem kell arra várni, de betöltött 6 hónap előtt mindenképpen, mert akkor azzal lehet biztosítani, és majd meghalljátok, hogy milyen érdekes módon a hús például előre kerül, már rögtön a legelső ételeket komplettáljuk, tehát egy teljesen más helyzet van ebbe, tehát el kell kezdeni, tehát az ti tudásotok, és nem a babának, hogy ő mennyire igényel, mert ő lehet, hogy elszopizna 7-8 hónapos korig is, csak egyszer csak azt vennék észre, hogy valami miatt a gyerek kezd egy kicsikét lanyulni a figyelme, tehát nem olyan a fejlődése, és akkor bizony, mert ezek nem olyan a súlygyarapodása, és ezekben az esetekben nem tápszerekhez nyúlunk, hanem folytatjuk a szoptatást, és elkezdjük etetni a babát mindenképpen, akár az 5. hónap elejétől, ha tápszeres, akkor mindenképpen, és amiket most így elmondunk, hogy mit, mikor lehet bevezetni, az nem függ attól, hogy a baba előtte szopott, vagy tápszeres. Tehát, hogy az 5. hónaptól elkezdett táplálás, az ugyanolyan menetű, abban az esetben is, ha tápszert kap a baba, vagy anyatej, csak még sokkal fontosabb, mert ugye az anyatej sokkal magasabb rendű étel, akkor is élelem, mint a tápszer, tehát ott még fontosabb, hogy ezeket tudjátok, és vezessétek be, és adjátok a babáknak változatosan sokféle ízt, és mindjárt végig megyünk rajta. Egy picit a miértnél, hogy mert ugye teljesen jogosan merülhet fel a kérdés az anyukákban, legalábbis bennem felmerült, ezért gondolom, hogy bennük is, hogy mi változtatta ezt meg? Tehát most valaki ült otthon, és akkor, hát akkor változtassuk ezt meg. Tehát ennek van egy miértje, amitől ez kialakult. Én úgy tudom, hogy azt kezdték el vizsgálni, hogy miért van az, hogy az új generáció, ugye az Z-generációnál szinte dedikált, hogy valamilyen étel intolerancia van, borzalmasan allergiák. Nehéz a közétkeztetés. Én nekem a környezetemben nagyon sok olyan ember van, nagyon sok olyan gyerek van, aki bizony-bizony viszi a kis csomagját a bölcsödébe, óvodába, csak azt tehet, külön eszik a többitől, látja, hogy a többiek mit esznek, ő nem eheti, ennek van egy ilyen pszichológiai kivetülése is alapvetően, hogy egy ilyen kis betegség tudata van már egész korai korban a gyerekeknek, és úgy tudom, erősíts meg, vagy cáfolj, hogy a nagyon későn túl kímélték a gyerekeket, és hogy nem befogadó a szervezet egy idő után már bizonyos típusú ételek. Elvette a kenyeremet, olyan, pontosan így van. Tehát az teljes mértékben bizonyított, hogy jóval korábban elkezdett megfelelő táplálás csökkenti az allergiáknak a gyakoriságát. És ez abszolút komolyan, tudományosan, nagyon-nagyon-nagyon sok irodalomban leírt, és az egész világon mindenki megdöbbenve néz ránk, amikor azt mondjuk, hogy eper, jaj, málna, hó, mert meg fog halni a gyerek, nem szabad adni. És ezt nem is értik a nyugat-európai országokban, hát de sok egyéb országban. Itt van például az eszköz, ugye erre van kitalálva,
hogy mindig mondták, hogy persze, vigyetek ilyet, picit nem tudom, közelre meg tudjuk mutatni, ez egy ilyen szép. Igen, ez egy etetőháló, amivel akkor, a babák már hogy 5 hónapos kortól adjátok ilyen oda a gyereknek, tegyetek, vagy 6 hónapos kortól tegyetek bele egy epret, és akkor ne. Igen, meg se lehetett ilyen, és mint Magyarországon jelentetni, mert mindenki felháborodott rajta. Egy éves kor előtt Isten őriz epret már át. Tehát, hogy kis magok, meg allergia, meg mind meghalunk. Tehát, hogy ez változott meg gyökerestől. Így tehát van. Ez most egy nagyon nehéz ügy. Megnézzük azt, hogy vajon milyen ütemben, és akkor kérem a kollégáktól a 4-es számú mellékletet, hogy láthassák a velünk együtt lévők is. Tehát ugye ezen látszik, hogy a babáknak már 5-6 hónapos korban egyszer, de akár 2 alkalommal is jó, hogyha adtok pótlást. És ez, ahogy telnek a hónapok, úgy növekszik, és már 1 éves korra gyakorlatilag már elérjük azt az ideális, amit ugye bölcsödékben egyéb helyeken is kéne, hogy megvan a 3 fő étkezés és a 2 kisebb étkezés. Na most az a lényege, hogy a hozzátáplálás mellett korlátlanul folytatható a szoptatás, tehát az igény szerinti szoptatás, ezt nem szabad abba hagyni. Na most az, hogy ebbe sem olyan sarkos, mint volt eddig, hogy minden esetben azt mondtuk, hogy a hozzátáplálásnál előtte meg kell szoptatni a gyereket. Itt is rábízza az anyára, illetve a babára, hogy lássák meg, hogy melyik az eredményesebb, ha előtte kap szopni a baba, és úgy kapja a hozzátáplálást, vagy fordítva. Tehát itt is van egy kis változás, ami nem kicsi. És aztán ugye azért a fokozatosság, tehát gyakorlatilag a PÉP jellegű dolgok lépnek be szinte azonnal. A folyadékoknak gyakorlatilag semmi értelme nincs. Ha ti a lelketeknek úgy jó, akkor egy kicsi almalevet, ilyesmit meg lehet próbálni legelőre, de utána már nagyon gyorsan bele kell tenni a pépjét is, mert nem igazán érték, mert nem szomjelt kell hoztuk ezt csökkenteni. Nem a szomjelt, a klasszikus almalevet. Hát ez a világ teteje, hogy milyen jó, mert ugye ezt, hogyha ezen megreszelitek, teljesen hibátlan. Ha először az első alkalommal még tartotok tőle, akkor szépen nyomjátok le, és akkor ott lesz egy csomó lé, és akkor adjatok egy 2-3 kanál almát, ugye az egy teljesen ártalmatlan, mert ugye fokozatosságra azért szükség van, de igazi fokozatosságra majd az allergizáló ételeknél van szükség. Ez ennél jobb nincs, nem létezik, nem műanyag, jól takarítható, jól mosogatható, egy fantasztikus dolog. És maga az alma, ugye télen-nyáron nagyjából kapható. Ha így van, és azok ugye az elsők között vannak. De nem kérem szépen a következőt, mert rendkívül érdekes, hogy abszolút súlyoznak a főzelékekre, tehát a zöldségek kerültek elő, meg a hús. Természetesen ugyanott felfoghatjuk úgy, hogy lehet ugyanúgy gyümölcspép is. Tehát nem csak zöldségpép lehet, hanem gyümölcspép is lehet. Tehát ezt úgy variáljátok, ahogy akarjátok. És hogyha nézitek, 5-6 hónapos korban még 80% a tej, de már belép. És belépett a hús, természetesen darált, vagy egyéb ilyen formátumokba, mert hiszen azért még az ilyen pici baba nem tud rágni, majd megbeszéljük, hogy tehát mikor lehet nekik adni. Teljes értékű fehérje miatt van nyilván szükség a húsra, mert ez vagy a gombában van meg, vagy a húsban, és semmi másban. Pontosan így van, tehát a húspüré bejön, és akkor utána megy tovább a gabona és tejpüré. A tejpüré az nem azt jelenti, hogy valamit belekevertek a tehéntejbe, hanem ezek a boltba kapható speciális tejpürékről van szó, mert azok vassal dúsítottak, mert majd a tejről beszéljük, de most már elkezdtem, elmondom, hogy a tej mellett abban nagyon kevés a vas, viszont hogyha tehéntejet kap például a gyerek, akkor viszont magas a zsírtartalma, úgyhogy még jól meg is hízik. Tehát itt ugye nem adunk csak majd nagyon kevés tejet, és hanem ezek, amik étkezésre valók, étkezésre nem adunk tejet a gyerekeknek csak 2 éves koruk után. Fontosnak látom ezt a táblázatot, hogy ez legyen akkor az anyukájánál, mit tudom én, pénztárt, ki nyomtassátok ki, vagy bármi egyéb, vagy telefonnal, most csináljátok egy képernyőfotót, vagy bármi egyebet, mert még a régi irányelvek alapján vannak
a bolti bébi ételeknek a számozása. Tehát igazából én azt is látom, hogy ez föl fog borulni, mert mi eddig csak a 8 hónapos kortól volt ajánlott, az a táblázat szerint már simán találunk a polcon olyat, ami 6 hónapos korba rakható, mert minden bébi ételen ez a táblázat, hogy milyen tartalmú egy bébi étel, ezt meg lehet nézni, de sokkal jobb, hogyha otthon főzünk nyilván. Igen, meg hát ugye a gyümölcsöknél főleg, csak ugye nagyon figyelni kell, hogy megbízható helyről beszerzett legyen. Mert hogyha nem tudtok megbízható helyről beszerzett zöldségeket szerezni, akkor bizony jobb a bébi étel, tehát ezt tudomásul kell venni, de nagyon fontos lenne, hogy főzzetek azért, amennyit csak lehet, és nagyon hamar el lehet kezdeni, például a zöldséget, belerakni kis húsikát, a sima saját magatoknak megfőzött húsleves. Ne utánsózzátok, ne sózzátok meg a húslevest. Leves kocka tilos? Tilos, mindenféle ilyen, amiben bármiféle tartós ízesítő, vízfokozók. Semmi nem kell, a természetes ízek kellenek a gyerekeknek. Csak és kizárólag azokra van szükségük, hogy megismerjék. Mert ebből adódik, hogy tényleg csak pár dolgot esznek meg aztán, mert nem tanulják meg, nem érzik meg a keserűt, mindig csak az édesre vágynak, mert az anyata is egy kicsit édesebb, de szóval az nem jó dolog. És hogyha kiszeditek a húslevesből, van egy 5-6 hónapos gyereketek, ami természetesen egy zsírmentes hús legyen, tehát például egy csirkemell, egy kis darab csirkemáj, akkor utána azt jól összepépesítitek, a májból csak egyszer szabad adni egy héten a gyereknek, de a csirkemellből bizony sokszor lehet, és akkor nagyobb mennyiséget meg tudtok főzni. Teljesen felesleges minden alkalommal, hiszen biztonságosan lehet tárolni. Mindjárt mutatunk nektek egy ilyen, Klári mutat hát, nektek tárol, egy ilyen de kis előtte eszközt. Még egy eszközt, mert ugye valamikor én még a fiatal koromban szakács voltam, és pontosan tudom, hogy ha pároljuk a zöldséget, akkor benn marad az ízanyag. Ha megfőzzük a húslevesbe, csodás húsleves lesz, de hát a levesnek azért van olyan jó íze, meg kifőtt a répának az íze. Persze. Tehát akkor nem lesz répa ízű a répa, hanem valamilyen ízű lesz. Tehát ha van bármilyen párolótok, akkor nyugodtan használjátok, bátran használjátok. Illetve hát ilyen kis adagokba el lehet szépen rakni a baba számára. Ezekben nagyon jó, mert nyugodtan el lehet rakni egy csomót, erre rá tudjátok írni, hogy mi van benne, légmentesen zárt. Fűszertartó egyébként, vagy pedig én azt csináltam a gyerekeknek, hogy utána ilyen jégkrémet lehetett benne arra jól csinálni, be lehetett rakni a fogyasztóba. Csak ugye egy húsdarabot nem lehet, mert megfőztök egy csirke mellett, földaráljátok, és elteszitek, és akkor csak aktuálisan ki kell venni, ugyanígy a különböző, például sóska, meg egyéb ilyen pépeket is nyugodtan el lehet tenni. Itt még egy picit hadd szakmázzak egy kicsit, az én volt szakmámba, hogy nem véletlenül van az, hogy azok a jó ételek, amik ott teremnek, ahol éppen lakunk. Tehát, hogyha itt most Magyarországon lakunk, akkor a természet az annyira jól van kitalálva, találta ki magát, hogy az idény jellegű ételekben vannak azok a tápanyagok, az a napfény, az a vitamin és egyebek, ami kell a szervezetnek. Tehát bátran, tudom, baromi drága a primőr áru, de most lehet kimenni spenótért, most lehet kimenni sóskáért, és az a legjobb, hogyha ezekből főztök, viszonylag gyorsan, tehát nem aszaljátok a hűtőbe, azt majd jövő héten főzitek meg, hanem akkor azért a piacra egyből csináljátok meg, és utána csodásan el lehet pakolni. És hogyha megvan ez, és betettétek a mélyhűtőbe, az egyszer felolvasztós sztori. Magatoknak is, de babáknak. Szigorúan. Jó? Tehát nagyon fontos, mert a jégkristályok kinyílnak, szétroncsolják tulajdonképpen egy picit az ételeknek a szerkezetét, és hogyha belemennek azok a baktériumok, amik a levegőben ott vannak, az megint visszazárod jéggel, a következő kiolvasztásnál az már erjedés. És az nem jó senkinek. Tehát szívünk vérzik, hogyha ki kell dobni az aljáról valamit, vagy egyétek meg, legyen olyan finom, hogy főztetek, vagy magatok is megeszitek, és ne legyen visszafagyasztva. Hogyha picit azt látátok, hogy megszottyosodott a hűtőbe, mert mit tudom én, volt egy kis műszaki hiba, vagy áramszünet, akkor meg ki kell hajítani a fenébe, mert az sajnos az már nem alkalmas a babának újra. Bocsánat, visszadom a szót. Tökéletes.
Tehát megbeszéltük, hogy törekednünk kell az ételeknek a változatosságára, meg a minél több íz megismertetésére. Na, de hogy néz ez ki eleinte? Megpróbáljátok a babának, nyammog rajta, killódik, megeszik egy-két kanála, majd elutasítja. Na most hát sokszor kell próbálkozni, drága anyukák, apukák, mert ez egy remek apukai feladat is, és eleve eleinte, de ez csak a bevezetés időszakában van, akár 8 napon, de akár 2 héten keresztül is ugyanazt lehet adni a babának, és utána, de mindenképp a későbbi időszakban is legalább 3 napig. Mert az kell ez a kicsi állandóság igen, a kis gyomruknak. Nem vágynak svédasztalra. Nem ízvadászok a kis babát. Hónapokig el voltak ugyanazzal az ízzel. Pontosan így van, tehát, és akkor ez egy biztonságot ad. Főleg, amikor elkezdjük majd mindjárt beszélni, hogy milyen allergizáló anyagok is vannak, amik allergizálhatnak, de ugye mi bevezetjük és figyeljük a babát. Sót, cukrot nem adunk. Hát nem sózunk, só, nem cukrozunk. Így, igen. Nem sózunk, nem cukrozunk. Sem. Kókuszcukor sem. Sokféle gyümölcs, zöldség. Na most be kell vezetni a semleges és keserű ízeket is. Ilyen például, az egy kicsit puskázok, a brokkoli, spárga, cukkini, avokádó. Imádják a gyerekek az avokádót. Na most akkor kérem szépen a 6-os mellékletet. Jönnek a gyümölcsök. Mindenki tudja, alma, a magyar őszi barackánál egy mariska barack. Hát gyerekek, abban majd a falatkákat is lehet adni. Sárga dinnye, megy, cseresznye, természetesen azért odaírtam, hogy magozott. A szilva hámozva, a körte is hámozva, és érett körte, nem kemény körtét. Jönnek a déli gyümölcsök. Mi volt eddig? Nem szabad adni déli gyümölcsöt. A déli gyümölcsnek a citrus tartalma miatt nem adtunk. Ami segíti a vasnak a beépülését a szervezetbe. Tehát előbbre jött az egész, és ez egy teljesen új, hogy nyugodtan a banánt még csak hagyták, de már a citrus, a narancs, meg ezekre már nagyon-nagyon-nagyon nem akarták engedni az egészségügyi dolgozók. És most belépett ide a vezető szakember. Tehát ott is a narancsnak, a citrusféléknek az a külső héja, az a fehér rész, az továbbra sem ajánlott. Persze. A benne lévő lé, amit kiszopogatnak, az teljesen hát oké. Ilyenkor, amikor ilyesmi van, meg például a szőlő, akkor, hogyha ebbe a kis etetőhálóba beleteszitek, és már ugye elmúlt a gyerek 6 hónapos, ül, és megvan már az a készsége, hogy megfogja akár a falatkát majd utána, a nagy ujja és a mutató ujja közé, sötét színűre, ugye, akkor gyakorlatilag, és elviszi a szájához, olyan boldogság lesz, ül a családi asztalnál, és rágcsálja, és nyugalom van, de a húslevesből beletehettek egy répadalabot is, de akár egy darab husikát, nem zsíros husikát, és teljes boldogság van. Kezdetbe, de ténylegesen nem kell vele megvárni, hogy ugye először elindulunk ezekkel, és utána már ugye eljutottunk körülbelül egy olyan 7-8 hónapos korra, de ezek ugye idén gyümölcsök, tehát itt elég bátra lehet már olyan értelemben, hogy próbálkozni, de mindig délelőtt próbálkozunk, és nagyon kis mennyiséggel, ami azért allergizálódhat, ilyen az eper meg a málna. Mert gyakorlatilag ugye azért kell délelőtt, mert akkor, hogyha valami gond van, akkor tudtok vele szakemberhez szaladni, hogyha valami gond van, nem lesz. Mik lehetnek a gondok? Hát lehet a gyerekeknek lehet tőle kiütése, lehet tőle hascsikarása, tehát különböző ilyen tüneteket, ne adj Isten bőrkiütése, de hát az azért nagyon ritkán fordul elő, de nem lesznek igazán, és majd beszéljük, hogy milyen ilyen intolerancia meg allergizáló tünetek vannak, és akkor ugyanazokat produkálhatják, hogy gyakorlatilag fáj a hasuk, görcsöl a hasuk, hasmenésük lesz, de hát ugye az azért nem abban a pillanatban, de én azt gondolom, hogy... A gyümölcsöknél akkor a piros gyümölcsök, amik allergizálhatnak? Igen, ezek a magos gyümölcsök, apró magvasak, de már ugye ilyen 8 hónapos kor után hát meg tudnak őrülni, úgy imádják például, vagy 9 hónaposan a szedret, most ugye itt van a csodás magyar szeder, annál értékesebb nincs, tehát lassan, óvatosan próbálkozni, esetleg, hogy ha féltek tőle, hogy picire szétszedjétek, akkor ez a etetőálló
ez még elszűri neki a magot is, és amikor már látjátok, hogy nincs baj vele, akkor aztán már lehet neki adni, tehát egy ilyen próba evéshez is nagyon-nagyon jó. Kérem szépen akkor a következőt, itt jönnek még a... kérdezzek egy picit, mert vannak ilyen magyar sajátosságok, mint a babapiskóta, ami viszonylag korán szoktam látni, a kezében nyomnak a gyereknek, hagy nyomogjon. Tehát ott azért nagyon szuper tisztított gabonaféle van benne, mindenféle stabilizátor és emugeálló és barátai, hogy én ezt így annyira nem erőltetném. Most azért ez is előbbre csúszott, mert ugye eddig csak a babakekszet mondtuk, mert a babakekszben nincsen se tej, se tojás. Viszont a tojás az majd egy nagyon jó komplettáló lesz, tehát az a hús mellett, ugye a tejföl, a fenéket, túró, meg joghurt, ilyesmi, és gyakorlatilag belép a tojás is, döntően ugye a tojás sárgájáról is megfőzve beszélünk, és ennek következtében, hogy most már ezek előbbre csúsztak, tehát ugyanígy előbbre csúszik a babapiskóta is. Azért ugye még a gyereknek nem jutottunk el ilyen 8 hónapos kora körére, amikor már azért vannak fogacskák, addig azért nem nyomunk ilyesmit a kezébe, mert ugyan szét tudja nyomogni, hanem ilyen borsonyira tördelünk mindent, amikor bevezetjük ezeket, úgy hívjuk, hogy rákcsálni valók. Igen, de a babapiskóta és babapiskóta között van különbség. Bemegy az ember a áruházba, és akkor van cukrozott, meg tiramisuhoz való, meg egyebek. Tehát hát semmiképp sem, hanem az igazi natur babapiskótát, amiben nincs hozzáadott cukor, mert ugye az nem lehet. Egyébként is, ugye az mindig nagyon fontos, hogy az soha ne adjatok olyat a gyerekeknek, mint hogy ne is kenjetek rá olyat, itt semmiféle szert, ne adjatok be semmit úgy a gyereknek, így ételt se, ami ilyen csomagolt dolgokat, amit nem néztetek meg, mert ne legyenek tele tartósítószerrel meg egyebekkel, mert az nagyon árt a gyereknek. Tehát ezek nem véletlenül ezeket hagyjuk el, és most arról beszélünk pont, hogy a természethez ízek. Na most egy almapürét megcsinálni, és ahhoz is nyugodtan hozzá lehet tenni például húst, de túrót is. Na most nekem senki nem mondja, hogy az a mai világban, amikor eldöntheted, főleg a későbbiekben, mert össze lehet egy pillanat alatt túrmixolni. Utána, amikor a gyereknek már jönnek a fogacskája, meg egyéb, akkor már el tudod dönteni, hogy megtöröd csak villával, és esetleg egy-egy nagyon pici darabkát hagysz benne. Mert ha a gyerek 10 hónapos koráig nem kezd el ilyeneket fogyasztani, akkor annak olyan súlyos táplálkozási problémái lesznek, mert nem akar rágni. Azok a gyerekek elutasítják utána a húst, és minden olyan ételt, ami miatt dolgozniuk kéne a kajával. Tehát nagyon kérlek benneteket, hogy ezeket vegyétek figyelembe. Akkor most rámegyünk a zöldségekre, amiknek óriási jelentőséget adnak most. És akkor látjátok itt most a 7-es számú mellékletem, mindjárt, már látjátok is, hogy milyen klassz sorrendek vannak itt, megvannak, hogy miket lehet elsőként, és rengeteg minden, és nem teljes ez a lista. A sárgarépáról már sokat beszéltünk, a cékla nagyon jó, de vigyázat, a sárgarépa és a cékla is, és a zöldspárga elszínezheti például, mint a gyümölcsök is, a babának a pisijét. Sok család rohant a doktorhoz kétségbe esve, hogy piros a gyerek pisije. És akkor megkérdezte, hogy mit kapott a gyerek, és kiderült, hogy céklát kapott kétszer. És a sütőtök. És a sütőtöktől meg sárga lesz. Igen, hát ez így könnyű dolgozom. Igen, tehát nem kell azon aggódni. Egyébként a sárgarépa is, tehát megfelelő mennyiség elfogyasztása után, hát lehet látni. Hát a sütőtöktől egészen dominánsan valami elképesztő, hogy milyen aranyosak egyébként, csak ugye látok, még az orra is sárga. Igen, nagyon a kis fitos pisze orra, mindegyiknek. Ez inkább az őszi-téli időszaknak a veszélye. Igen, igen. És akkor ott ebbe a táblázatba, hogyha visszamegyünk rá, még volt néhány dolog, aminél, hogy figyeljetek, hogy spenótot, nem, akkor én mondom, spenótot soskát egy héten egyszer, mert magas az oxalát tartalma. Tehát azt nem szabad. Beszéltünk már, hogy vegyszermentes. Nem biztos, hogy ezt az oxalátot mindenki tudja, hogy mi ez, vagy mi a következménye. Hát én se tudom annyira, de gyakorlatilag ezek a savas
dolgok, ezek egy kicsit a gyereknél ugyanazokat a hatásokat érhetik el, mint nálunk, hogy, hogy nem fogja kívánni, mert fájni fog tőle a gyomorocskája. Nem ég a gyomra, de kellemetlen érzése lesz, és ezért nem, de ezeknek mindennek majd, amiket én még én is tanulom, de abszolút, akkor majd megnézzük egész pontosan az oxalátnak a tartalmát, hogy, hogy mit is okoz, de egészen biztos ezt, hogy savas lesz a gyomortartalom, és utána ugye annak az összes kellemetlenségével, a böfögéssel, az összes mindennel, mert ők is ugyanezt csinálják, mint a felnőtt emberek. Beszéltünk már, hogy akkor inkább kézbébi étel, hogyha nem tudtok olyat megvenni, ami nem permetes, nem nitrátos területről, tehát azokra nagyon figyelni kell, és a mélyhűtött, itt láttam, itt közben figyeltem, volt egy ilyen kérdés is, igen, mélyhűtött tökéletes. Tehát, és remek jó mélyhűtötteket lehet gyors vásárolni. Fagyasztott. Igen, azt így kell mondani. Nézni, igen, hát azt mert az annyi a különbség, hogy ott sokkolás történik. Tehát amikor bekerül a hűtőházba, akkor nagyon hirtelen fagy meg, nem kristályosodik annyira ki a víz tulajdonképpen az ételbe. Ezért más, hogyha te magad fagyasztasz le egy borsót, vagy gyors fagyasztott zöldborsót veszünk, más zamatok jönnek ki utána. Ezeket érdemes nézegetni, és most már látom, és nagyon jól feltüntetik a csomagolásokon, hogy mit garantálnak, hogy a leszedés után hány órával került ez a sokkos állapotban a zöldség. Érdemes azokat választani, amilyen 1-2-3 órán belül tulajdonképpen a leszedés után feldolgozásra került, sokkal zamatosabb és sokkal nagyobb a vitamin tartalma. Oké, és akkor eljutottunk ugye a húsokhoz. Gyakorlatilag az első időszakban már komplettáljuk természetesen darált hússal, tehát a kisbabának pépesített hússal. Na most, és egy héten egyszer lehet hal is, ami ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, és mert sokkal jobb lesz a gyerekeknek a növekedése, és a szellemi fejlődése is. Jobb az érzékelésük, az észlelésük, a figyelmük, az emlékezetük, a gondolkodásuk. Ez ellen nem tudunk mit appellálni, mert ezek sok-sok tízezer főn végzett rengeteg kutatás, amiket ez a 76 irodalom tartalmaz. Gyakorlatilag 6 hónapra csak szoptatott babánál a vastartalékai kiürültek. Különösen kiürülnek akkor, hogyha ti vashiányosak vagytok anyukák, vagy ugye korán vágták el a köldökzsinór, de ezt már megbeszéltük. Tehát nagyon fontos, hogy minden nap kapjon egyszer, kétszer is, ahogy abban a táblázatban volt, minden ilyen főétkezésnél kapjon a baba husikát is. Először akkor adunk baromfit, utána lehet marhát, borjút, és lehet sertéshúst is adni a gyereknek. A csirkemáj is jó, lehetőleg, ha tudjátok, akkor fiatal csirkének a mája, az is csak hetente egyszer. És aztán jönnek komplettálásra a gabonafélék, amik nagyon jó felszívódó vasat tartalmaznak, a hüvelyesek is megjelennek a táplálásba, tojássárga, mert az kielégíti a babának a megnövekedett vasigényét. De nagyon jó a babáknak a magas C-vitamin tartalmú, például ugye a citrusféle. A tej, az csökkenti a vasnak a felszívódását, a tehéntej, tehát nem adunk a babáknak, meg növényi rostokat tartalmazó ételeket sem, mert azok csökkentik a vasnak a felszívódását. Tej mikortól? Egyáltalán igen. A tej nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen nem tiltott egy év alatt sem, de maximum 1 deci. És nem, ugye nem főétkezésként. Tehát, hogyha okvetlen akartok tejet adni a gyereknek, akkor csak ilyen kis mennyiségbe, és ugye azért az első alkalmakkor fokozatosan adagolva, viszont vannak a savanyított tejtermékek, mint joghurt, kefirt,
kiválóan egy decit nyugodtan lehet adni a babáknak minden nap. Először kezdjük ugyanúgy, hogy fokozatosan egy-két kávéskanálnyi, ugyanígy egy-két kávéskanálnyival indulunk a túróval és a reszelt sajttal is. Természetesen nem a zsíros sajtokat kezdjük, tehát épp ésszel, ahogy saját magunknak is az egészséges étkezés megadott. A joghurtokból egy deci, maximum ilyen 125 milliliteres joghurtokat lehet variálni gyümölcspéppel, tehát jó ízűeket lehet belőle csinálni. De nem tehát nyugodtan. Nem ilyen ízfokozós, semmit, színezékes. Isten őriz, hanem saját csináltok egy jó gyümölcspépet, amit aztán különböző módon tudjátok azon a napon adni a babátoknak. A halaknál, ugye az omega-3 zsírsav miatt rendkívül fontos a hal, hetente egyszer ajánljuk. A tengeri haloknak nagyon magas a zsírsav tartalma, ami nagyon fontos a babáknak. Tehát ezért jó, viszont nagyon meg kell nézni, mert a nehéz fém az viszont egy átkos dolog, mert a nehéz fémek benne maradnak a szervezetükbe a babáknak. Nagyon nem jó, hát vagy 15 évvel ezelőtt volt egy mizéria a cumisüvegekkel, amikor a BPA-t nézték, és akkor ment a cirkusz a BPA-val, ami jogos volt egyébként. De nem volt akkora, mint ami lehetett volna, például akkor azt mondták, hogy akkor üvegcumisüveget adnak. És akkor még az üvegcumisüvegekben olyan volt, hogy volt benne nehéz fém. Hát ólom egész konkrétan. Pontosan így van, és ennek következében ugye itt voltak ilyen anomáliák már, amikor a kereskedelmi érdekek szabták meg, de mi ugye ezt tudjuk, és éppen ezért ugye akkor ha csak olyanhoz tudtok jutni, olyan halhoz, akkor ezt jobb, ha ti sem eszitek meg. Honnan tudhatjuk? Tehát hát itt... valahogy az kiderül a benne, tehát ott hogy az a tartalmából, hogy ezeket... Hát ott is van a tengeri halaknál is az a tanúsítvány, ami bizonyítja, hogy honnan származik. Magyarországon azok nagyon jók, csak nem folyóvízből kihalászott, hanem azoknak nincsen nehézfém, viszont kevesebb a zsírsav tartalma. Tehát ezért ez megint egy olyan, hogy valami meg kell nézni, hogy hol veszitek, mint a csirkét is, tehát meg kell próbálni. Na most nyilván azért azok a mennyiségek, amit ők kapnak, azért ellenőrzik ezeket az élelmiszereket. Tehát én azt mondom, hogy mindig ellenőrzött helyről vásároljatok. Tehát ne vegyetek meg még halat se úgy, hogy most a tengeri halat nektek a Józsi bácsi árulja, úgy, hogy oda viszi házhoz. Tehát, mert ezek, amik bekerülnek a kereskedelembe, azokat ugyanúgy ellenőrzik, mint a mikulásokat mikuláskor, tehát elvileg nem lehet jobb ellenőrzött boltba olyat tartani, aminek nehéz fém tartalma van. De hát mindennél erre kell figyelni, hogy ne vegyetek meg csak olyan helyen, ahol nyilvánvaló, hogy nem vihetnek be. Mert úgyis egyébként mindig kiderül, így is kiderülnek, teljesen jó forgalmazóknál is, hogy bekerül el az, hát az élet ilyen, de hát attól azért nem is lesz semmi baja a gyereknek. 18 óra 19 percnél járunk, és van egy pár kérdésünk. Szerintem lehet, hogy érdemes lenne néhányra válaszolni. Jó. A pelusoknál a mi kedves aranyos Krisztikénk, Zoli és Orsi egymásnak szépen megválaszolták, hibátlan. Én azért szoktam az édesanyáknak mondani, hogy azért mindig legyen náluk, tehát pelenka, nem azért, mert olyan sok kell, de mondjuk ezek a kis tudarkölkök nem tudják, hogy nagyon sokan születnek például egy időjárási frontra, és akkor lesz egy óriás hétvége van, és születik egy csomó gyerek, és hogyha akkor a hétvégén nem tudnak újabbakat beszerezni, újabb pelenkát a csecsemősök, akkor ne adj Isten, előfordulhat, hogy nem tudnak megfelelő mennyiséget adni. Na most ezt mindig el szoktam mondani, hogy higgyétek el, hogy most még békések vagytok, amíg a pocakban van a baba, de reméljük, hogy olyanok is néznek minket, akiknek már nem is megerősítik, hogy gyakorlatilag anya tigris és apa tigrisekké váltok, amikor megvan a baba. Na most azt az érzést, hogyha ti gyerekteketek tocsog a pisibe, vagy bekakilt,
és nem nincs pelenka, akkor megölitek a világot. Ezt én állítom. Tehát legyen bent a táskába egy-két pelenka, hogy erre tartaléknak, ha nem kell, nem kell elővenni, mert hát azért azt reméljük, hogy tudnak adni. Egyébként előfordulnak, hogy kérnek ezt a tamaszt, nem azért kérik, hanem mert szükségük van rá, azért tudjuk, hogy azért olyan finanszírozás van, mint amilyen. Úgyhogy ugye például van, ahol még mosóport is kérnek, nem azért, mert cudarok, hanem azért, mert ott kell mosni a ruhákat, mert ha nem a külön mossák, akkor a tönkre mennek egy perc alatt. Illetve én még az elején nincsenek meg a rutinos mozdulatok a pelusozásnál, tehát oké, hogy egy-két-három pisiska kis pelusról beszélünk, de nem ragadod a krémes a kezed, éppen amikor már bepelusoztad volna, akkor pisil megint, tehát az alatt az ember többet használ, úgyhogy egy kis csomag pelust készítsetek be a csomagba. A kórházi ugye a sokkolást elmondta, igen, január 10-től. Kriszta és Dikó szépen elbeszélgettek egymással. Itt annyi hozzászólásom lenne még, hogyha fogyasztott gyümölcsöt vásároltok, nem magatok teszitek, akkor vigyetek magatokkal jégakút, meg ilyesmit, mert pillák alatt ki tud mondjuk egy mána nagyon hamar, mire hazaértek, főleg nyári időszakban, vagy ha egy fűtött autóban nagyon hamar ki tud olvadni. Azt nem tudom, azt sem tudom, hogy mi az. Hát ezt a Kati... Majd a Kati megírja nekünk részletesebben azt a rövidítést, ki. Mert azért azt hozzá kell tegyem, hogy én értek a szoptatáshoz, meg kicsit a tápláláshoz, most ugye én is tanulom, de én nem vagyok gyerekgastroenterológus, tehát ebben a pillanatban nem jöttem rá, hogy mi. Az elválasztásról... Szerintem az egy külön műsor igen, kér meg igen, ez a történet. Igen, meg azért gyakorlatilag ugye az gyakorlatilag az elválasztásnak itt, hogyha elkezditek dominánsan adni, végül is elmondtuk, és elkezditek felváltani egyesével az etetéseket, ez a módja, ez az elválasztódás. Hogy egyre többször, és akkor utána nem adtok szopni a babának, akkor szépen fokozatosan elválasztódik a baba. És hát van, aki nagyon nehezen választódik el, azoknál meg az a módszer kell, hogy akkor sajnos anyukának egy kicsit el kell mennie valahova egy-két napra, mert a baba mindaddig, amíg a mamát látja, akkor már akár 2 éves, én is ballaktam anyám után, és mondtam neki, hogy szoptasd meg a kislányt, már elég nagy voltam, mert hát ugye azért a gyerekek ragaszkodnak hozzá, de gyakorlatilag ugyan ez az elválasztódásnak a menete is, avval a különbséggel, hogy akkor nem kapnak a gyerekek, amikor utána szopni, és akkor így szépen elhagyni egymás után a szoptatásokat, hogyha vissza kell menni dolgozni, vagy egyáltalán így gondolja az édesanyja, meg a baba is hajlamos rá, mert nem mindig, mert lehet, hogy befordul, és ott fog turkászni, és akkor anya legyen a talpán, aki azt ki tudja. Volt kérdés a kekszről is, hogy a fosztolidban van cukor. Ha mutatunk valamit azon a polcon, nem reklámnak tekintsétek, lehet, hogy van benne cukor, nincs benne tojás, olvassátok el. Persze, mindig bízatok maga, töltsetek. Meg. Lehet, hogy tudtok ilyen teljesen naturt venni, egyebek akkor persze természetesen azt nyomjátok. Mi az irányelveket adjuk meg, amit tudunk mutatunk, de nem feltétlenül tudjuk megváltani teljesen a világot. Mi az ideális képet mutatjuk be, aztán a többi meg ami mi van. Meg egy tehát példát hozunk ide, tehát ettől függetlenül nagyon tiszta van még levegőre több is lenne is. Szüksége, de ha Budapesten laktok, akkor sajnos esélytelen. Na most a terhes vitamin, ugye azok a túlzott, tehát megvan az az idő, ami alatt valóban indokolt, és ezt a nőgyógyász meg is fogjátok tudni beszélni. A szoptatós vitaminnál, illetve a szoptatós tea. A szoptatós tea semmiképp sem árt, de a szoptatós vitamin sem.
főleg, hogyha nagyon lestrapáltak vagytok, a teába pedig ásványi anyagok vannak, tehát egy csomó mindent pótol. Tehát, hogyha ti azt jó ízűen tudjátok inni, akkor igyátok azt. De tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit isztok, csak ugye az ne legyen puffasztó, ne legyen cukros, mert nem az a cél, hogy borzasztóan meghízzatok. De hogyha akár már meg is van a baba, és bejöttök ide a minimálóba, oda fogják adni a kiadványt, és ezek abszolút részletesen, ezek a szoptatás alatti táplálkozási hogyha dolgok benne vannak. Hogyha a webáruházba és kér egy ilyet, betesszük természetesen. Tessék, itt a nagy felajánlás. A szomszédnak is küldünk, tehát ez nem... Vagy ha a csomagolási postaköltséget átvállaljátok, akkor is természetesen persze. Küldünk bármennyit. Meg hát a szülészetem meg kell kérdezni, mert az egész országban ott van. Hány napig lehet eltenni? Gondolom az ételt, az lehet a kérdés. Hát ez egy nagyon összetett dolog, mert függ igen, attól, hogy hogyan hűtötted le a mennyi ideig állt az edénybe, amiben főzted, utána milyen hőfokon tetted be a hűtőszekrénybe, és mi volt maga az étel, amit főztél. Ez mind-mind befolyásolja. Én úgy gondolom, hogy lehetőség szerint, tehát ha frissen adod a baba számára az ételt, akkor aznap, és amikor kihűlt az étel, akkor azonnal fagyazd le a többit. És újra melegítést én egyelőre pici babánál annyira nem javasolnám. Persze, meg amit már egyszer fölmelegítettetek, ugyanúgy van, mint az anyatejnél, nem lehet még egyszer, nem, tehát nem meg javallat. A felnőttnél se. Egyet értek, ha valaki azt mondja, hogy sok bébi étel bukik, meg így van, teljesen igaza van. Ha nem nyitja ki a száját a kanára, akkor még ő nem kész rá. Borzasztóan szeret szopni, kell próbálkozni. Meg kell próbálni, nagyon sokszor kell próbálkozni, és meg kell próbálni olyan puha kanállal, és gyakorlatilag úgy adni neki, hogy egy picit ráérinteni a fincsivel, tehát például egy jó kis almapéppel, ráérinteni egy kicsit úgy a szájára, hogy egy pici bemenjen a szájába. És akkor szépen el fogja kezdeni érezni, hogy milyen finom az az étel, vagy próbáljátok meg ezzel az etetőhálóval, mert az abszolút leképezi, hogy hozzáviszi a szájához, és kezdi el rágni, mert az abszolút ugye az ő motoros készsége, úgyhogy semmi baj nincs vele feltehetőleg, úgyhogy gyakorlatilag csak próbálkozni és kitartani. Ez itt elég sokszor kérdés a kismamáktól felém is, hogy fél éves a baba, és nem egyszerűen nem fogad el semmiféle más ételt, és hogy mivel próbálkozzanak, hogyan, és akkor ezeket a puha fejű kanalakat szokta. Puha fejű kanalat, a kis pépet rákeni a cicire, és onnan kezdje el lekajánlani. Hol van a mama? Sőt, vannak ilyenek is. Ugye az a lényege, hogy amíg nincs a gyereknek teljes fogsora, nem adunk semmi fémet. Ugye ezeknél a kanalaknál, ezek a szilikon kanalak a legjobbak, amik puhák, ajlékonyak. Na most, hogyha egy ilyen kanal, amit a baba nagyon remekül meg tud a pici kis kezébe fogni, és ugye amikor, ha már ilyen 6 hónap körülje a gyerek, akkor már arra is figyelni kell, hogy ne ilyen fogyókúrás kanál legyen, ne ilyen icipici, mert nem tudjátok olyan gyorsan, mert ugye előinte azért segíteni kell, és utána eljön az az időszak, amikor neki is a kezébe kell adni, és el is igényelni is fogja, de ha nem adjátok a kezébe, akkor fog kézzel enni, mancsikolja és eszi, akkor sincs semmiféle dráma, de közben nektek ugye rá kell segíteni. Na most a rásegítéshez ennek meg van egy ilyen nagyon nagy segítője, hogy van ez a szára, amivel ugye nem a gyereknek az orrocskáját piszkáljátok a kezetekkel, hanem jól tudjátok irányítani, jól tudjátok etetni, és akkor elmentek valahova, akkor klasszul be tudjátok zárni, úgyhogy rendkívül higiénikus, mert azért az is fontos a higiénia. És apukák kedvence, ezt mikor mutassam meg, hogy miért örültem volna annak ide egy ilyen kanálnak, mert le tudom tenni. Mert ugye ez gond. Hogy, igen, azért hogy, előtte lehetett ott a krumpli, például hát a pulton, meg a hús, meg a mánya a nyersre, gondolom. Húsos csomagolásostól. Hát, ez egy jó dolog például, ez is lehet egy szempont a választásnál, hogy le lehet szépen tenni. Ja, ez az igény szerinti hozzátáplálásnak hát, a neve. Szilárdba. Tehát, értem hogyha nem már. A pépesítetben, hanem átugorjuk a pépesítést, és egyből szilárd táplálás. Nem, ugye mondtam, hogy először mindenképpen, és most jön az ételek állaga, úgyhogy jó volt a kérdés.
az életkorának és a fejlettségi szintjének megfelelő, tehát figyelni kell, nincs két egyforma gyerek. És itt jön arra is, hogy van, amelyik 6 hónapos korában, vagy 5 hónapos korában, vagy 4 hónapos korában, hogyha főleg távszeres, kész már rá, akkor lehet neki adni. Ha nem, akkor nem lehet adni, mert hogyha ő nem kész rá, akkor ki kell várni, de próbálkozni kell. És akkor amit mondtam, hogy gyakorlatilag elindulunk a folyadékkal, de az csak minimális. Tehát azt el is lehet felejteni szinte. Jön a pépes, és utána jön ez, hogy gyakorlatilag elkezdünk a 8-10 hónapos körül, de inkább 8, elkezdjük megpróbálni, hogy csak törjük az ételt, és akkor benne felejtünk például egy pici krumplicska darabot, akkor át, mint egy zöld borsó, vagy még kisebbet. Tehát egész kicsit. És akkor ő elkezdi ezt gyakorolni, és ez így remekül fog neki menni, mert ugye, hogyha nem kezdjük el 10 hónapos kor előtt, amit szintén mondtam már, akkor utána nem akar majd a gyerek rágni, tehát ez nagyon fontos. A rágcsálni valókat is körülbelül ilyen 10 hónapos kor körül kezdjük el adni a gyerekeknek, és azok is borsó nagyságúak, és az kell, hogy a gyerek eljusson oda, hogy meg tudja fogni ezeket a pici darabkákat, és viszi a szájához. Ezek mindig kis darabok legyenek, vagy vékony szelet, nagyon vékony szelet, ilyen sajtvágóval, vagy sajtreszelővel, vagy valamivel így fölvágott például. Lehet puha banán, mert hát az mindig puha kis darab, körte, sárga barack, persze lehéjazva, sárga dinnye, mangó, avokádó, tökéletes, de megfőzött kelvirág, mert a keserűs is be kell vezetni a gyerekeknél. Édes burgonya sütőtöktől el fognak repülni, úgy fogják szeretni, de ilyen kis húsgombócocskát is lehet, és sajtdarabot is adni nekik. Tehát nem chips meg ilyenekről beszélünk, meg ilyen darabokról, hanem határozottan az ételnek a darabjairól. Viszont nem lehet olyan, amiben mag van, nem lehet olyan zöldség, ami kemény, semmilyen módon sem. Sajnos Magyarországon is meghalnak gyerekek például sárgarépától. Még óvodás is képes rá, mert annyira vadulnak, rohan közbe, hülyéskednek, kacagnak, ami persze rendben van, de ezért nagyon figyelni kell, és ilyeneket persze nem az, hogy óvodás már ne ehessen répát, de ott üljön a popiján, és legyen nyugodtan, és akkor lehet. Mindig szülői felügyelet alatt rágcsálhat csak a gyerek. Tehát ne hagyjátok magára, és csak ilyet, amit össze tud nyomni, és ami nem tudja a légutakat eltömíteni, mert erre nagyon oda kell figyelnünk. Hú, kérdés cunami van. Igen. És másfél mit óránál csináljunk, mert akkor válaszoljunk a kérdésekre, és folytassuk, hát mert körülbelül a fele hátra van. Hát ha fele hátra van, akkor én úgy gondolom, hogy menjünk el addig a részig, ahonnan tök jól lehet folytatni, és csináljunk majd még egy műsort, mert iszonyat mennyiségű a kérdés, és talán akkor még jobb többet össze tudunk. Mert akkor a következő alkalommal fogjuk elmondani, a most akkor azt mondjuk el, hogy hogyan hozzátápláljunk, és ebben segíteni fog nekem a Klári, mert ugye itt gyakorlatilag ugye megmutatja, hogy hogyan fogjátok meg a babát, amíg nem tud biztonságosan ülni, mert ugye mert ugye mindig akkor ültetni kell a gyereket, és ha nem tud még biztonságosan ülni, mint ugye már a etetőszékbe, akkor is már adhatunk neki ugye ételt, csak biztonságosan meg kell tartani, tehát alá kell szépen nyúlni, és meg kell tartani, így is jó, meg így, hogy fogom, így. És akár ült, persze így a bal kezemre tudom csak fogni, mert én jobbkezes vagyok, és egyébként akkor nem tudom neki, mert mindenhova nyomom. Tehát csak így tudom, és akkor megbeszélem vele, hogy akkor most hú, de finom. És akkor örülni fogunk mind a ketten. Nem szemből kezdünk el. Nem tudjuk így, mert csak így tudjuk, hogy megtartjuk, és látjátok, hozzám döntöttem a gyereket, és tartom közbe, tehát nincs nyiklés, nyaklás, és hát ugye mindenkinek azért itt ugye van mellé a fiúknak is jó kis mellkasa, tehát remekül, nagyon nagyszerű apukai feladat is, tehát rendesen megtartjuk a gyereket, mert ilyenkor még általában ilyen 6 hónap körüli már igénylés kell is ugye hozzátáplálnunk, de még nem ül biztonságosan, mert általában ilyen 7-8 hónapos korban ülnek már abszolút biztonságosan, és akkor jönnek a jobbnál jobb etetőszékek, ahol már ugye tudnak saját maguk is mancsikálni, és
Akkor talán az lesz a legjobb, hogyha ezekre a gyakorlati tippekkel folytatjuk, mert itt is van egy kérdés még, hogy tud már ülni a baba, ugye Katalinéknál, és ismerkedik az ételekkel, darabosan is étkezik a legelejétől. Hát már nagy csillagos ötös a Katalinéknak. Uh-huh. És ugye, hogy erről is lehetne, tehát ugye kicsit bővebben az előadásokban tenni. Akkor Zoliék azt hallották, hogy ha emésztetlenül landol a gyümölcs a pelenkában, vagy ha baba nem ül magától, akkor azt jelenti, hogy még nem érett meg a hozzátáplálásra. Hát gyakorlatilag akkor, hogyha ilyet tapasztaltok, akkor lehet, hogy vissza kell lépni egy olyan ételhez még, ami nem jelent meg emésztetlenül, de mindenképpen akkor szólni kell, át kell beszélni a védőnővel vagy gyerekgyógyásszal. Mert azért úgy igazán egy egészséges 5 hónap körüli gyereknél már nem szabad, hogy átszaladjon a szervezetén az étel. Tehát akkor azért jobb átbeszélni, hogy nincs-e valami gond. Valószínűsítetek nincs gond, csak épp neki hirtelen sokat kapott az újból. Tehát ezért mondtuk, hogy ugye rengeteg a feladat, mert nagyon sok mindennel kell megismertetni, különböző ízekkel, meg különböző sűrűségű dolgokkal, de ettől függetlenül nem lehet kapkodni, tehát a később időben is legalább 3 napig adjuk ugyanazt a dolgot 1 éves koráig, mert és utána már ugye hát lehet... Kivéve a sóskaspenót, igen, amit 1 héten egyszer, meg ami ugye 1 héten egyszer. Blankának 10 hónapos a kisfia, és totál semmit nem akar enni a tápszeren és a tejpépen kívül, plusz jön a foga, nehezítő tényező, ugye a kanállal egyebek érzékeny. Van-e valami trükk, tanács? Én csak ezt tudom javasolni. A kitartás, hogy meg kitartás a szorgalom, és meg próbálkozás, meg próbálják meg az etetőhálót, mert azt maga csinálja. Itt ugye ő még nem az őt menedzselő szakemberek, még feltehetőleg nem mondták ezeket el, ami ebben a szakmai irányban van, hiszen még nem tette magáévá ezt a védőnői csapat, a gyerekgyógyás csapat, mert át kell ám mosni a mi agyunkat is, nem kicsit. Tehát nekem is nagyon sokat kellett hozzá olvasni, hogy meg átgondolni, meg megnézni az irodalmakat, hogy ez mennyire fontos. Mert ugye bele rögzül az emberbe egy más, és azért nézegetem sokszor a laptopot is, mert még nem az enyém, még nem a sajátom ez a gondolkodásmód. Tehát nyilván, hogy minél később találkozik, és itt most ez egy megerősítés is, amit ők mondtak, írtak, hogy utána már egyre nehezebb, ami végigmegy így az egész életen keresztül, hogyha nem találkozik vele, akkor beszűkül a gyereknek az igénye az arra a pár ételre, amit aztán ő magának kiválaszt. Akkor Kati kérdezi, hogy nem tud a gyerek még önállóan ülni. Nagyon jó. Vannak olyan etetőszékek, amik teljesen dönthetők, vannak ilyen pringató pihenőszékek, ebben a félfekvő helyzetben ajánlott lehet. Meg lehet próbálni, igen. Igen, nyugodtan meg lehet próbálni, abszolút. Sokszor látunk olyat, hogy hordozóban etetik a babákat, azt ajánlod? Hát én azt gondolom, hogy mi se szeretnénk menet közben, mert egyébként semmi nem indokolja, hogy miért van benne a hordozóban. Hát van, aki otthon azt használja. Mert szeret benne lenne a gyerek. Hát ők el vannak, ők egész nap el vannak testre kötve, tehát azért ezt lássuk be. De nem az autós hordozóra gondoltam. Ja, az autós hordozóban. Én erre azt gondolom, hogy vannak olyan bébi hordozók, amiknek megfelelő az íve erre, és vannak olyan bébi hordozók, amikben ilyen teljesen U-alakba. Tehát, hogyha te megpróbálsz úgy enni, hogy a térded a mellednél van, az nem jó semmiképp akkor, se, persze. Akkor, és neked az úgy jó, dobjál be egy lencsefőzeléket így, akkor oké, de ha egyébként meg én ezt nem annyira javasolnám. Akkor tehát, mondjuk azt, hogy nem van olyan annyira hordozó, amit én láttam, amit a utazásra van eredendően kifejlesztve, arra van kitalálva. Nem tilos, de van ennél jobb megoldás. Na most azért, hogy látjátok, én ezekhez nem értek. Tehát azért itt van a két profi, és akkor ők mondják el, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az etetés az egy más dolog, ha csak lehet. Tehát akkor fogjuk meg ha a gyereket, de lehet egyébként. Tehát, hogyha úgy könnyebb nektek, akkor azért lehet.
amelyik megfelelő kiképzésű. De egyébként, és utána pedig ültessétek a családi asztalhoz a gyereket az etetőszékbe. Az egy családi esemény. Igen, az etetés. És akkor hozunk különböző etetőszékeket, kanalakat, egyebeket, és egy picit én gyakorlatilasabban akkor átveszük a következő részt. Még arra válaszolunk, mert nagyon jó kérdés a Steffié. Abszolút megvannak a jelek, tehát nyúl érte, bele fog nyúlni akár a ti tányérotokba. Ül az öletbe, fogod, és belenyúl a tányérba, megfogja, és szépen oda viszi a szájához. Úgyhogy a gyerekek ezt abszolút, tehát amikor tudja, hogy mit kell vele csinálni, akkor ő azt meg is teszi. Uh-huh. És akkor próbáljátok ki, mert ez az abszolút jele, hogy ő kész rá, hogy meg tudja fogni, mert ez egy nagyon koordinált mozgás már, és így szokták, ahogy mondtam, megfogni, és elviszi a szájához, és beveszi a szájába, és rágcsálja. Különböző módon. Lehet, hogy először forgatja, rágicsálja, lehet, hogy először kiköpi, de gyakorlatilag abszolút lehet látni, hogy ő ebbe partner. És hogyha ő magától nem partner, de eljutottatok ma abba az életkorba, akkor meg szépen meg kell próbálni etetgetni, és majd az lesz a problémátok, hogy azt a mindenségét, már minden hogy néz ki, mert ott lesz folyamatosan a kis keze a tálba, mert ő fogja és marcsingolja, és fogja a szájához vinni, és ő akarja. Ezt majd úgy hívjuk, hogy két kanalas, de lehet, hogy az egyik azt kanál, a másik mondani, mancsocska. Eljön az az idő, amikor nem várja ki a falatot, hanem két kanal. És hogyha lehet olyan helyen, ahol nem szőnyeg van, mert akkor tényleg kihullik a hajatok, mert hát ez így nem nő föl gyerek anélkül, hogy ne köpdösne, van, amit ki fog köpni, szépen beterít benneteket, igen, de próbálkozzatok. Az a kérdés, hogy tulajdonképpen ez a 6 hónapos kor, ez ilyen, egy ilyen fordulópont, tehát ott tulajdonképpen ajánlotta a melléktáplálás, csak a kitartás a kérdés, hogy be tudjuk-e adagolni a gyerek számára, vagy van esetleg még valami más jel, amikor 6 hónapos, de nem, esetleg koraszülötteknél hogy számoljuk? A koraszülötteknél is ugyanazt mondják, hogy gyakorlatilag nem érdekes az, hogy most a gyerek koraszülött, és nem érdekes, hogy kis súlyú. Ugyanígy el kell kezdeni a hozzátáplálást a vas miatt. Mert ugye a vas kapacitások hogy kiürülnek, és a fejlődésük miatt ott még különösebben fontos. De azért nincsenek ám abszolút szabályok gyerekek, és azért nem kell megrémülni, hogyha a gyerek annyira szeret az anyával összebújni, és annyira szeret szopni, és ő tolja, csak ugye ezért mondják most ugye a szakemberek, hogy ne a gyerek döntse el, hanem a szülő, próbálkozatok. És ha először egy kanál fog sikerülni, és azon a napon még esetleg még jó néhányszor megpróbáljátok, akkor legyetek boldogok, nem kell kapkodni, és nem kell azt a következtetést levonni, hogy bármi baja van a gyereknek. Mert lehet, hogy ő még sehogy sem akar, csak szopni akar. Hiszen azért tudjátok, hogy megvan az ő személyiségük is, de mindenképpen próbálkozzatok. A dió meg ezek még mind jönnek, ezek az allergizálódók. Mert egy kicsit bővebb dolog. Mert egy kicsit bővebb, de nagyon érdekes módon az is bekerül. Tehát hogy és mikor. Az is bekerül a gyerekeknek, meglehetősen hamar bekerül, csak nyilván darált formában, és hogyha a családban van allergia, akkor a szakemberrel kell együtt elkezdeni nagyon pici mennyiséget a délelőtti órákban. Ez lesz a lényeges eltérés. Egyébként semmi, mert be kell vinni, meg kell próbálni ezeket is. A méz csak 1 éves kor után adható, azt is itt látom mindenképpen. A mogyoró meg a mandula, ezek ugyanolyanok, mint a dió, és azokra is ugyanaz vonatkozik, amit elmondtam már, a mogyoróról, tehát ezek a diófélékre és mindegyikre ugyanaz vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy éjfélig lennünk itt. Hát úgyis a következő alkalomra fel tudjuk ezeket a kérdéseket dolgozni. Toljátok a kérdéseket, meg egy kicsit gyakorlatiasra áttenni a következő adást. Nagyon látom, hogy iszonyú aktivitás van, és ezt nagyon-nagyon köszönjük, meg neked is, hogy eljöttél, de nem tudjuk ezt a végtelenségig a mai napon húzni. Látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon kapós téma.
Igen. És hogy nagyon szerte ágazó tulajdonképpen, ha bármennyit beszélünk, valaki még mindig úgy fogja gondolni, hogy ő még nem kapott választ az ő saját egyéni problémájára. Persze, meg mindig vannak egyéni eltérések, ami nem kell aggódni, szóval azért nem kőbevésettem semmit, tehát azért nem kell ezen izgulnotok. De azért jó, hogyha egy éves korra eljutunk odáig, hogy már egyedül is próbálkozik mindene, de nincs semmi baj, mert egyáltalán, mint ahogy nem tud minden gyerek ugyanakkor felállni, és egyéb, és utána lehet, hogy ő belőle lesz az élsportoló. Tehát azért ezeket nem kell... Megfontolja, hogy mit csinál. Igen. Ők is különbözőek, mint mi, úgyhogy nem kell, így van, nem feltétlenül kell aggódni. A sémába próbálkozunk, bele aztán bízunk benne, nyilván, hogy hagyjuk, hogy ügyeskedjen, meg ügyeskedjen anya, apa, szokjon hozzá, próbálgassátok, akkor másik isz neki, de azért legalább egy 6-8-szor meg kell próbálni, mielőtt áttértek másra, mert lehet, hogy annyira utálja, hogy ki fogja fújni, akkor azért nem lehet az idők végezetéig erőszakolni, mert hát azért őnek is van akarata, és ha valamit utál, akkor utálja, hát most azért bármi előfordulhat. És az meg is maradhat akár. Akár meg is maradhat, de lehet, hogy aztán 3 éves korában meg azt fogja kérni. Így amit van. Addig nem evett meg, mert változunk is. Egyeztetünk egy időpontot hamarosanra, hogy újra találkozzunk. Addig az adáson kívül is nyugodtan nyomjátok a kérdéseket, mert feldolgozzuk, és akkor tudunk rá válaszolni, akár egyénileg is vissza a kérdésekre. Ne feledkezzetek meg a hétvégén apák napja. Igen, apák napja. Nyugodtan lehet fölköszönteni apukákat is, hát ha elindul ez a hagyomány is az esélyegyenlőség jegyében. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek ide. Köszönjük, Julika. Julinak is, meg Klárinak is. Meg a barátaimnak. A rengeteg lájkot is köszönjük, de hát telhetetlenek vagyunk, még nyugodtan nyomjátok, hogyha tetszett az adás, illetve hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor azzal tudjátok meghálálni, hogyha a Google értékelésekben is jót kapunk tőletek, és természetesen ez egy kereskedelmi cég, a Minimano, nyilván várjuk a megrendeléseiteket is, és várunk benneteket itt az üzletben, szívvel és szakértelemmel. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és a rengeteg-rengeteg kérdést és az aktív közreműködést szívesen tesszük, amit teszünk, hogy tájékoztatunk benneteket például a legújabb trendekről is, és minden egyébről. Köszönöm a figyelmeteket, viszlát, sziasztok! Sziasztok!